a Doni katasztrófa áldozatairól emlékeztek. Ismét jótékonysági koncert a Lesznaiért. 20 éves jubileum Erdőtelken. Köszöntöm nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, Farkas Renáta vagyok. A Doni katasztrófa áldozatairól emlékeztek. Épp 77 éve, mikor a szovjet seregek áttörték a magyar arcvonalat, és néhány hét alatt felmorzsolták seregeinket. A hiányos felszerelésű Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg 200 ezer katonájából végül alig 60 ezeren térhettek haza. Legtöbben elestek, vagy hosszú évekre hadifogságba kerültek. 1943. január 12-én a szovjet hadsereg végzetes támadást mért a magyar katonákra. Az őrszemszobornál az áldozatokra emlékeztek. A megnyitót követően Lestyán Balázs alpolgármester mondott beszédet. Azért gyűltük itt össze a mai napon, hogy megemlékezzünk a magyar hadtörténelem egyik legszomorúbb eseményéről. Azért, hogy a megemlékezés gyertyalángjának fénye mellett felidézzük a II. Világháború során a Dornkanyarban elpusztult II. Magyar Hadsereg halottainak, túlélőinek alakjait, és fejet hajtsunk hősi áldozataik előtt. A megemlékezésen Szabó Ottó önkormányzati képviselő is részt vett. 1942-ben egy politikai alkú folyamán, július, illetve augusztus hónapban ezt a 207 ezer embert oda vezényelték a Dornkanyarhoz nyári felszerelésben. Ők ott voltak egész télen is, nem kaptak a nyári felszerelés helyett téli felszerelést, így kellett volna felvenniük egy olyan szovjet hadsereggel a harcot, amelyet az Amerikai Egyesült Államok élelmezett, tökéletes téli felszerelésük és tökéletes ehhez alkalmas fegyverzetük volt. Sajnos 1943. január 12-én a szovjet hadsereg megkezdte az áttörést, és gyakorlatilag néhány nap alatt felmorzsolta a magyar hadsereget. Körülbelül 60 ezeren tértek haza, a többiek vagy meghaltak, vagy munkatáborokba, illetve fogolytáborokba kerültek a Szovjetunióban. 207 ezer embert, köztük 35 ezer munkaszolgálatos katonát vezényeltek ki a frontvonalra. Ma este a Dunkanyarban elesett hősökre, többek között a nagyapámra is emlékezünk. 77 évvel ezelőtti történelmi eseményre emlékezünk ma, amikor a szovjet hadsereg áttörte a frontot, amelyet a II. Magyar Hadsereg a Dunkanyarnál közel 200 km szélességben kellett volna, hogy tartson. Ez a történelmi esemény igazából egy jelkép. Jelképe az értelmetlen kötelezettségvállalásnak, jelképe az értelmetlen politikai alkunak, jelképe egy katasztrófának, jelképe annak, hogy hogyan nem szabad egy hadsereget vezényelni. Az esemény résztvevői tiszteletük jeléül koszorút helyeztek el a szobornál, valamint mécseseket gyújtottak a hősi halált halt katonák emlékére. Ismét jótékony akció a Lesznai Anna Módszertani Intézményért. Szabó Krisztina ének, Mezei Rita és Újemőke zongora művészek fellépésével jótékonysági koncertet tartottak a Nagy Endre rendezvényteremben. A fővédnők Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, a díszvendég pedig Horváth Richárd polgármester volt. 5. alkalommal rendezett jótékonysági koncertet a Lesznai Anna Módszertani Intézmény alapítványa. Dr. Frejliné Édes Erika minden évben részt vesz az eseményen, ezzel is támogatva az iskolát. Azt gondolom, hogy a világban mindenki nyomot hagy. Ezen a földön mindenki fontos, és ezek a sajátos nevelésű igényű gyerekek, felnőttek. Itt mindig olyat alkotnak, ami szívszorító. Én ezért pártolom őket, ezért támogatom őket, és most is szeretném mély tiszteletemet kifejezni azoknak a kolléganőimnek, akik ezt a munkát végzik. A terem megtelt, az előadást nagy érdeklődés övezte, melyen részt vett Horváth Richárd 60 polgármestere és a képviselőtestület tagjai is. Az ünnepséget Szabó Zsolt, 60 és Heves térségének országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg. Milyen jó, ha egy társadalom támogat. Milyen jó, ha önök segítik az alapítványt, hiszen tudjuk, hogy mindig van olyan feladat, amihez nem elegendő egy-két forint, hanem minél több támogatás, minél több segítség kell.
Ilyenkor a lelkünk mosolyog mindannyiunknak. És ilyenkor összefogunk itt a teremben azért, hogy az iskolának jobb legyen, az iskola feltételrendszere javuljon, és jól felhasználva ezt a pénzt, a gyermekeink jövőjét sikerüljön építeni és megoldani. Az országgyűlési képviselő beszédében megköszönte a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ és a pedagógusok önzetlen munkáját. Vörösné Habó Judit intézményvezető elmondta, minden évben változatos programokkal készülnek. Idén Szabó Krisztina, Új Emőke és Mezei Rita művésznők emelték az est hangulatát. A Lesznai Anna egymiben járó gyermekek fejlesztési eszközeiket szoktuk bővíteni, illetve a mai esemény kimondottan a játszótér bővítésre fogjuk fordítani. Játszóterünk nagyon elhasználódott, időszerű cserélni, és nagyon-nagyon drága egy-egy játszótéri elem, úgyhogy ezt így gondoltuk, hogy erre fordítjuk ezt a jótékonysági bevételét. Húsz éves jubileum Erdőtelken. A Kék Ne Felejts Nyugdíjas Klub fennállásának 20. születésnapját ünnepelte. A vacsorán a klub szinte összes tagja, a település polgármestere, valamint Szabó Zsolt, 60 és Heves térségének országgyűlési képviselője is részt vett. Az est végén gyertyagyújtással emlékeztek azokra a tagokra, akik már nem ünnepelhettek velük. 20 éves jubileumot ünnepelt az Erdőtelki Nyugdíjas Klub. Az estet Szabó Zsolt, 60 és Heves térségének országgyűlési képviselője nyitotta meg. Köszöntő beszédében a fejlődésről és az összefogás fontosságáról is beszélt. Ünnepelni jöttünk, hiszen 20 éves a helyi nyugdíjas klub, amire mi nagyon büszkék vagyunk. Minden faluban az összetartozás, az összetartás, az együttét a legfontosabb. Egymásra figyelnek a nyugdíjas klub tagjai, és ez tényleg öröm, úgyhogy Erdőtelek egy életre való, jövőt szerető, fejlődő falu, fejlődő település. Besenyei Istvánné, a nyugdíjas klub vezetője szívesen emlékezett vissza az elmúlt 2 évtized jelentős pillanataira. Mikor megalakultunk utána, mink nagyon-nagyon sok helyen jártunk. Mindenfele hittek bennünket, meg szerettek is. Voltunk Sarudon, Arató Fesztiválon. Ott is első díjat nyertük. 40 fokos melegben ment a kaszás. Én szedtem a markot, kicsi voltam, a másik kötte befele a búzát, úgyhogy ott is első díjat nyertük. Akkor voltunk a Mónika Show-ba, Pesten, azt is nagyon megszervezték, nagyon jó volt. Akkor így faluban, Tenken, Kálba, Hevesen, mindenfele, falunapkor, akkor majáliskor mindenütt felléptünk, úgyhogy mindenfele voltunk. A klub vezetője elmondta, az ünnepély lehetőséget nyújt arra is, hogy méltóképpen búcsúztassák elhunyt barátaikat. Az összejövetelen a nyugdíjas klub működését segítő támogatók mellett olyan vendégek is megjelentek, akikkel szoros kapcsolatot ápolnak a tagok. A Tenki Őszi Rózsa nyugdíjas klub előadással kedveskedett a résztvevőknek. Forgács Jánosné, a település polgármestere elmondta, az idősek nem csak a családok és a helyi közösségek számára értékesek, hanem az egész társadalom számára is, ezért vigyáznunk kell rájuk. A Kék Ne Felejts Nyugdíjas Klub nem csak összetartó erő, de óvja is a település szépkorúit. Tiszteletükre ünnepi vacsorával készültek. 60 főre számítunk, a képviselőtestületünk tagjai, a nyugdíjas klub tagjai, illetve akikkel szoros kapcsolatban voltak, a Tenki Nyugdíjas Klubnak a tagjait vártuk ma estére, illetve államtitkár urat, a Nyugdíjszövetség megyei elnökét várjuk még, és ennyi a vendégkörünk ma. Köszönöm figyelmüket, Híradóval legközelebb pénteken találkozhatnak, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Szerdán ismét ködösen indul a nap, és egész nap a szürke idő folytatódik. Csütörtökön az ország túlnyomó részén továbbra is tartósan borongós lesz az idő, többfelé köddel, szitálással.
napközben -3, 1 fok várható. Pénteken még mindig felhős, szürke időben lesz részünk, és helyenként hószálingózás is előfordulhat. -2, 1 fokot mérhetünk.